Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Egy különleges helyszínt választottam mostani tesztalanyomnak a bemutatására, ugyanis a Huawei egészen barszonáig repített, hogy prezentálja nekünk legújabb termékeit. A vállalat viszont kínosan ügyel arra, hogy külön eseményen mutassa be az IoT eszközöket, a hordható készülékeket, valamint a mobiltelefonokat. Ez az esemény is leginkább egy táblagépről, néhány okos valamint más érdekességekről szólt. Ebben a videóban viszont a Huawei Watch GT 5 Pro-ról lesz leginkább szó, aminek debütált egyébként egy sima vázata is, más méretben, de közös tulajdonság ezeknek az óráknak, hogy rendkívül hosszú üzemidővel bírnak, gyors rendszerrel szerelték fel őket, és tűpontos a GPS-ük, így már-már a sportórákhoz hasonló teljesítményt nyújtanak ilyen téren, nem utolsó sorban pedig átjárhatóságot biztosítanak az Android, valamint az iOS eszközök között, hiszen mind a két platforma kompatibilisek. Van néhány hiányosság, és az ár sem alacsony, de bőven van miről beszélni. Lássuk, hogy mit kell tudni a Huawei vagy GT5 Pro-ról, érdemes rögtön tudni, hogy vannak közös és vannak különböző tulajdonságok, és az ár, az üzemidő, vagy éppen a képességek is változnak attól függően, hogy GT5-öt vagy GT5 Pro-t, és 41, 42 vagy 46 mm-es kivitelt szeretnénk választani, mert a GT5-ből van 41, 46 mm a GT5 Pro-ból pedig 42, 46 mm és mivel a GT5 pro fogok beszélni, így nyilván ennek a dimenzióit is vettem elő, és nem mindegy, hogy a kisebb vagy a nagyobb órát fogjuk a csuklónkon hordani, hiszen a kisebb az 9,6, a nagyobb pedig 10,9 mm vaskos, tehát azért inkább az előbbi a nőknek, az utóbbi pedig a férfiaknak javasolt. Közös tulajdonság viszont a strapabírás, hiszen IP69K, valamint 5 atmoszféra vízállósággal is rendelkeznek ezek az órák, tehát víz, porállóság az megvan, plusz például a titánum keretnek köszönhetően a nagyobb, 46 mm-es, hát meglehetősen strapabírónak is mondható, és akár úszáshoz bármelyik használható, de nyilván azért lehet választani fém szíjjal, vagy éppen szilikon hát a lehetőségek tárháza az természetesen adott. A kialakítás viszont hasonló, a csatolása a szíjaknak függ attól, hogy milyen minőségben és milyen anyaghasználattal vásároljuk őket, de ahogy láttam a többieknek a kezén, mindegyik stabil kapcsolatot biztosít, de persze a kisebb és a nagyobb is más-más csuklóméretekhez javasolt. A kisebb a 140 és 210, a nagyobb pedig 120, 130, illetve 190 mm közötti csuklómérethez ajánlott. A jobb oldalon van egy korona, ami tekerő és textúrázott, valamint egy gombis, utóbbi személyre szabható, előbbivel pedig bátran lehet mászkálni a menüben. A az órának pedig számos szenzort találunk, de egyébként is rengeteg mindennel rendelkezik, a gyorsulásmérőtől a gyroszkópon át, egészen a nyomásérzékelésig, a bőrhőmérsékletmérésig, vagy éppen a mélység és fényérzékelőig. Ennek a GT5 pro ami hozzám került, az előlapja hát egy picit a Pepsi órához hasonlít, tehát nekem igazán tetszett. A kijelző pedig különbözik a 42 vagy a 46 mm-esnél, hiszen a 42-esnél 1,32, a nagyobbiknál pedig 1,43 század az amelet kijelző. Mind a kettő esetben 466x466 pixelről van szó, tehát tűles a panel, ráadásul a fényereje is jó, és nem csak beltélen, hanem külteren is olvasható, még így a barcelonai napsütésben is. A kezelhetőség nagyon egyszerű, hiszen vagy gomb bok vagy érintés formájában működik a dolog, de még mielőtt az órának a menü rendszerére rátérnék, nézzük meg először, hogy hogyan is kell párosítani, akár iOS-hez, akár Android-hoz. A Huawei egészség vagy más néven Huawei Health alkalmazást kell letölteni, és rögtön érdemes tudni, hogy a GT5 Pro tulajdonosok kapnak három hónapos ingyenes előfizetést a Huawei Egészség Plus alkalmazáshoz, ami többek között elaváshoz szükséges zenéket tartalmaz, több sportmódot, vagy éppen néhány plusz funkciót, tehát meg kell nézni ezt az ingyenes időszakot hogy érdemese a nagyjából havi 2-3 ezer forintos vagy évi 23 ezer forintos előfizetést megkötni, vagy sem. A párosítás menete meglehetősen egyszerű, Hát jó egy lépés persze kell azért hozzá, meg az engedélyeknek a megadása is. Most ezen nem megyek végig, hiszen viszonylag egyértelmű, és mivel magyar nyelven is tud mind az alkalmazás, mind pedig az óra, így azért a hazai közönségnek is szól ez a készülék, és könnyedén kiismerik majd magukat. Lássuk inkább, hogy hogyan is épül föl az applikáció. A oldalon már is láthatjuk, hogy milyen töltöttségi százalékon van a készülékünk, valamint a különböző számlapok között is lehet váltani. Vannak digitálisak, vannak analóg megoldások, vagy éppen animáltak is, tehát rengeteg-rengeteget le lehet tölteni. Valamelyik fizetős, valamelyik ingyenes, tehát azért néha zsebünkbe is kell nyúlni, hogyha valami szebb számlapot szeretnénk vásárolni. Az értesítéseket is konfigurálhatjuk, nyilván Androidnál egy picit jobban, iOS-nél egy fokkal kevésbé. Beletetünk offline térképeket, megkereshetjük a készüléket, valamint még ébresztő időjárás jelentés, valamint egészségfelügyelet is. Ez utóbbi egy fontos szekció, hiszen aktiválhatjuk a Huawei truesleep az alvás megfigyeléshez, az állás emlékeztetőt, a folyamatos pózus szám megfigyelést, vagy éppen az automatikus stresszvizsgálatot és az automatikus véroxigén színmérés, de még bőrhőmérséklet is van, nem utolsó sorban alvási légzéstudatosságot is bekapcsolatunk, szóval rengeteg hasznos funkcióval rendelkezik az óra az egészségünk megőrzése érdekében. EKG is adott, valamint az artériás és merevségérzékelése is, ezen kívül a készülékbeállításnál van még a Bluetooth leválás figyelmeztetés, vagy éppen az alkalmazás kezelés is, mivel azért számos alkalmazást tudunk telepíteni, de azért nem túl sokat, szóval ebből a szempontból még mindig nem egy nagyon okos óráról van szó, csak egy egészen okos óráról. Vannak még itt alsó menüpontok is természetesen, például az edzést is el lehet indítani, hogyha pedig az egészségre kattintunk, akkor áttekintést nyerhetünk, arról, hogy milyen sporttevékenységeket végeztünk, hogyan alakult a pulzus számunk, az alvásunk, valamint a testsúly menedzsmentet is be tudjuk állítani, és a véroxigén szintnek az alakulását is bármikor nyomon tudjuk követni. Az alvásnál is tök jó, hogy kérdezi az óra, hogy milyen volt a mi alvásunk, a könnyed alvásunk vagy éppen a remfázisunk, de minden mást láthatunk itt, akár még a prémium szolgáltatásokhoz kapcsolódó funkciókat is. Érdemes azért ezekkel eltölteni néhány napot, hogy mindent bekalibráljunk az óra, illetve az óra is több adatot tudjon szolgáltatni rólunk, de nyilván, mivel egy Harmony OS felület fut a készüléken, így az órának is külön menürendszere van. Ennek a használatához, hogy az oldalsó gombokat vagy az újunkat vesszük elő, és bármikor tudunk itt is a különböző számlapok között váltani, akár ez szemére is lehet szabni. Fel belülről le lehet húzni a gyorsbátási kapcsolókat, hogy könnyedén el tudjuk érni akár a telefonkeresést, az ébresztő, vagy éppen a beállításokat. Alulról felfele húzva az újunkat az értesítéseket láthatjuk. Nem rosszak, és a magyar ékezetes karakterek meg is jelennek. A gond csak inkább az, hogy néhány ikonnak a külsét nem húzza át, tehát gyakran csak narancsárga ilyen kis animációkat láthatunk. Jobbra és balra is el tudunk menni, itt widgetekkel találkozunk majd, nem csak a sporttevékenységekkel kapcsolatosan, hanem a különböző funkciókat is megfigyeletjük, Véroxigén, bőrömés, vagy éppen stressz szint, nagyon gyorsan elérhetőek a legfontosabb funkciók, amelyek közé többek között a híváskezelés is tartozik, hiszen képesek vagyunk az órán hívásokat fogadni, valamint indítani is, a beépített mikrofonnak, valamint hangszórónak köszönhetően, Igazából a hangminőség tök jó, és a mikrofon is jól működik, tehát még külön is hallottak engem, de azért nem inkább erre való az óra, persze a Night Rider élmény az adott természetesen. A felső gomb a menüben és a visszaugrással használható, az alsó pedig személyre szabható, de alap esetben a különböző sportmódokat nyitja meg, amiből rengeteg van, és nyilván előfizetés esetén még több. Hát szerintem több van itt, mint amennyit ismerünk, de a kardiótól kezdve az edzés gyakorlatokon át mindent megtalálunk itt, futás, focizás. Tonaslabda, meg a mélyék szemszájnak ingere minden itt van. A rendszer pedig könnyen átlátható, a koronának a tekerésével pedig rá is nagyíthatunk ezekre. Hát ahogy látható, rengeteg minden van, púlzus szemméréstől, naptáron át, egészen kalóriaszámlálásig, vagy éppen telefon vezérlésig a kamera esetén, hiszen így is tudunk exponálni. Szerintem érdemes inkább megnézni, mint hogy ilyen végig szaladjak mindenen. Ugyanígy a beállításokról is csak egy pár szót fogok ejteni. Bluetooth további kapcsolatok, óra, számlap és képernyő, kártyáknak a kezelése, megjelentés és fényerő. Itt akár az alvó módot, vagy éppen a képernyő aktiválásának az időszakát is be tudjuk kalibrálni. Pinkodot is létrehozhatunk, hogyha levesszük az órát, akkor kérje ezeket, megfigyelhetjük az offline térképeket, valamint a lefelé gomnak a személyes szabhatóságát is itt találjuk. Szóval igen, és ez az óra az, ami nagyon sokáig bírja egy feltöltéssel. Ameddig az Apple Watch-om egy-két napot bír szuflával maximum, és utálom, hogy éjszaka is alig tudom hordani, mert tölteni kell. Hát a Huawei a GT5 Pro esetén 14 napot ír mondjuk maximum üzemidőnek, és hát ilyen 6-10 napot akkor, hogyha megy az Olvézon kijelző, mert támogatott az is, vagy éppen többet használjuk a GPS-t, vagyis egy hétig nem kell tölteni, bátran a csuklónkon hordhatjuk, akár sportolás, akár alvás esetén. Persze a kisebb, az kevésbé bírja, ott azért egy pár nappal kevesebbre lehet számítani, de mégis több, mint az átlagos okosóráknál. Mert hogy mennyibe kerül azért a Huawei Watch GT5 Pro? Hát ennek az ára a kiviteltől függően ilyen 130, 140 és 200 forint között van átlagosan, de a legkomolyabb verzió, a legkomolyabb szíjjal akár 240 ezer forintba is fájhat, a belépő szintet pedig a Silicon Szias GT5 képviseli 95 ezer forinttal. Szóval nem olcsó, és alapvetően van egy nagy hiányosság egyenőre, hogy nem lehet vele fizetni, holott NFC-vel bír a Bluetooth, illetve a Wi-Fi mellett is, de később aktiválásra kerül ez a funkció. Egyrészt kérdés, hogy mikor, mert Európában valószínűleg majd 2025 Q1-ben lesz az esedékes, másrészt az is, hogy milyen bankok támogatják majd a huawei a fizetési megoldásait. Szóval ez kéne ahhoz, hogy igazán okosóra legyen, meg nyilván több applikációt is lehetne rá, rá telepíteni, meg az a helyzet, hogy sok konkurense is van ebben az ásában, Apple Watch szériától kezdve, például a Samsung Galaxy watch vagy ott van a Google-nek is a Pixel Watch 3 verziója, hasonló áron, akár egy picit drágábban, vagy olcsóbban, csak hát azok nem biztos, hogy átjárhatóságot biztosítanak valamelyik kompatibilis más Androiddal, de nem iOS-szel. Vagy az iOS-es okosóra sem bír működni az Androiddal, szóval ez a Huawei Watch GT5 Pro-nak, illetve a sima verziónak is a nagy előnye, hogy akár az iOS, vagy éppen az Android felhasználók is tudják bátran használni ezeket az okosórákat. Hát nem mondom, hogy muszáj érte rohanni a boltba, de sok funkcióval bírnak, jól is tudnak kinézni megfelelő szíjjal, csak egy zsebbe kell nyúlni, ha valaki egy ilyen, ilyen eszközt szeretne a csuklóján hordani. Na mi véleményetek róla, hogy tetszik a Huawei Watch GT 5, illetve GT 5 Pro? Írjátok meg kommentben, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!